Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Kondorfán élek feleségemmel, Anasztáziával, és két gyermekünkkel. Egyébként 6 gyermekünk van, és 4 unokánk. A PPH előtt kereskedelemmel foglalkoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Én a PPH előtt először könyvelőként kezdtem a pályafutásomat, egy könyvelőirodám volt, és amikor a lányunk megszületett, akkor ezt a könyvelő irodát bezártam, és abba hagytam a könyvelést. Utána természetgyógyászattal foglalkoztam, és azzal igyekeztem az embereknek segíteni, mindaddig, amíg meg nem ismertem a PPH-t. Azóta itt a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, vagy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Az emberek azt gondolják, hogy a legnagyobb probléma a külvilág. Tehát ami azt jelenti, hogy mi folyik a külvilágban. Mit tudom én, a külvilágban, szomszédországban háború van, a külvilágban ami infláció van, nem is kismértékű, tehát pénzromlás, ugye az infláció. Akkor ugye nem megfelelő munkahelyek, nem elég bevétel, akkor mit tudom én, rossz kapcsolatok, mondjuk párkapcsolat, vagy főnök beosztotti kapcsolat. Szóval az emberek azt gondolják, hogy a külvilágban van az igazi probléma. Akkor most egy kis tanítást beiktatok, bár módszert nem fogok mondani. Jó? De olyan információkat, amiből esetleg emberek tudnak tanulni. Tehát ugye tudjuk, hogy volt egy első világháború, utána volt egy második világháború, és gondoljátok végig, amikor volt egy első világháború, hányan maradtak egyedül
mert a párjuk ugye akkor még ugye abban az időszakban nagyon fiatalon házasodtak az emberek, és rengeteg embernek a párja az oda veszett az első világháborúba. Majd lehet egy második világháborúval még több embernek a párja oda veszett. Akkor ráadásul az első világháború után mi magyarok a legnagyobb veszteséget szenvedtük el, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ország egyharmada maradt, kétharmadát meg elvették. Most ezt miért mondom? Mert ezek a hatások, ez most gondold végig, milyen érzelmi szinten érték az embereket akkor, amikor ez megtörtént. Tehát a 30-as években, tehát a múlt század 30-as éveiben Magyarország az listavezető volt a bolygón az öngyilkosságok terén. Most se sokkal jobb a helyzet, mert olyan harmadikok vagyunk bolygószinten. De akkor listavezetők vagyunk, voltunk. Ami azt jelenti, hogy a lakosságot óriási mértékben megviselte ez a szétszakadás. Hát most gondold végig, a rokonok egy része az a határ túloldalán maradt, a másik része ugye az anyaország, a jelenlegi anyaországban maradt. Tehát szétszakítottak rokoni kapcsolatokat, akkor gyakorlatilag megnehezült a gazdaság az országnak, hiszen ugye Nagy Magyarországon minden felelhető volt. Tehát minden, az élethez szükséges feltétel rendelkezésre állt. Tehát mind élelmiszerben, mind ásványi anyagban, mindenben. Tehát ugye volt egy óriási trauma, amit a nép megélt. Akkor maga a háború, az első világháború abból a szempontból volt csak vészes, hogy emberek maradtak, ugye a háborúban elhaláloztak, és családok maradtak apa nélkül, fér nélkül. De ugye akkor Magyarországon háború nem dúlt, bár dúlt az első világháborút követően, amikor ugye az őszi rózsás forradalom, amit még annak idején ennek tanultuk, tehát az gyakorlatilag az mire volt jó az a forradalom? Arra, hogy feloszlassa a katonaságot, és az ország védtelen maradjon, és bevonulhassanak az idegen haderők. Ugyanis az első világháború befejezésével az egész Nagy Magyarország területén egyetlen egy idegen katona sem volt. Tehát ami azt jelenti, hogy magyar területen, tehát a Nagy Magyarország területén semmilyen első világháborús cselekmény nem volt az első világháborúban. Nem is tanultunk ilyen dolgokról. Tehát semmilyen, tehát mi az első világháborúban semmilyen harci cselekményt itt Magyarországon nem éltünk meg, csak a határokon túl. Mert az összes magyar katona az mind Nagy Magyarország határain túl harcolt. És mégis vesztesek voltunk azért, mert az őszi rózsás forradalom az feloszlatta a katonaságot. Gyakorlatilag is az ország katonasság nélkül maradt, és ezáltal azt csinálhattak velünk a csehek, a franciák, meg a románok, amit akartak. Hiszen nem tudtuk magunkat megvédeni. Na most emiatt, mivel nem tudtuk magunkat megvédeni, megtehették azt, hogy megszállják az országot, és utána feldarabolják az országot.
Például a törökök is vesztesek voltak az első világháborúban, de ott nem szélesztették szét a katonaságot, és ott is fel akarták darabolni a törököket, és egyszerűen megvédték magukat a feldarabolás ellen. Érted? A törökök, mert megvolt a hadseregük, ami harcolt az első világháborúban. És ezáltal megmaradt ugye az eredeti nagy Törökország. Nyilván ugyan ők háborúba elvesztettek gyarmatokat természetesen, de a nagy Törökország az megmaradt. És na most gondold végig, hogy ez milyen trauma volt a népnek, hogy gyakorlatilag a háborúban mi nem voltunk vesztesek, azért lettünk vesztesek, mert Németországban és Ausztriában és Magyarországon forradalmat robbantottak ki az angol titkosszolgálat, oké? Meg a francia titkosszolgálat, sikerült forradalmat kirobbantani, és ezáltal gyakorlatilag letette ez a három állam a fegyvert. Tehát ez azt jelenti, hogy nem harcoltak tovább, és akkor szabad prédák lett ez a három ország a többieknek. Mert a három forradalom azt eredményezte, hogy feltétel nélkül letették a fegyvert. Érted? És utána szétdarabolhatták ezt a három országot. Tehát azt tanultuk, hogy az amerikai beavatkozásnak köszönhetően vesztettük el az első világháborút. Ez nem igaz, mert összesen valami 170 ezer katonát küldtek csak át, az meg igazából semmit nem játszott közre. Érted? Tehát semmit. Nem azért vesztettük el az első világháborút, mert az amerikaiak beszálltak, hanem azért vesztettük el az első világháborút, mert mind a három országban forradalmat robbantottak ki. Oké? A titkosszolgálatok robbantották ki. Szóval lett egy trauma. Na most, ennek a traumának nem csak Magyarországon van következménye, hanem mindenütt, ahol trauma éri embereket, következménye van. Milyen következménye? A következő generációra van súlyos következménye a traumának, ugyanis a következő generációt olyan szülők nevelik fel, akiket trauma ért. Oké? És még csak az sem kell, hogy rosszul neveljék a gyereket, az bőven elég a gyereknek, hogy a szülő rossz hangulatú. Ezáltal a szülő rossz hangulatú, akkor a gyerek azt gondolja, hogy miatt a rossz hangulatú. Oké? A gyerek nem tudja felfogni, hogy nem miatt a rossz hangulatú, és a szülők ezt nem magyarázzák el a gyereknek, hogy mi miatt rossz hangulatú. Ezáltal a gyerek megél egy másik traumát, a szülőktől szerzett traumát, még akkor is mondom, ha jól nevelték azt a gyereket. A szülőktől szerzett traumát abból kifolyólag, hogy egyszerűen rossz hangulatúak. Rossz hangulatában az ember ráadásul még hajlamos arra, hogy rendszeresen hibázzon. Tehát, hogy ne úgy élje a mindennapjait, ahogy élte azelőtt, mielőtt jó hangulatú volt. Na most képzeljétek el, tehát az első világháborút követően felnőtt az a generáció, akit azok a szülők neveltek, akiket trauma ért a második, vagy az első világháború által.
Majd lett egy második világháború, ahol még nagyobb trauma volt, hiszen már a háború itt is zajlott Magyarországon teljes egészében. Legalábbis a háború vége felé. És ott minden szülő, aki akkor gyereket nevelt, vagy utána gyereket nevelt, az minden gyerek traumaként élte meg. Na most, ha gyerek, csak ennyit érdemes tudni, tehát hogy gyerek traumát él meg gyerekkorban, traumákat él meg gyerekkorban, akkor utána felnőttként bénán viselkedik, bénán működik az életben. Mit jelent a béna működés? Nem úgy teszi a dolgát, ahogy trauma nélkül tenni. Nem tudom, világos-e. Tehát az azt jelenti, hogy a trauma hatására nagyon nagy mértékben lecsökken az önbecsülése, önbizalma, önértékelése, a szeretettel való kommunikációja, és mások irányába a szeretet kommunikációja természetesen. Akkor az önbizalom hiány, önértékelés, önbecsülés hiány következtében képtelen eredményeket létrehozni, vagy közel nem tud olyan eredményeket létrehozni, mint előtte, vagy egy olyan ember, aki nem élt meg traumákat. Na most gondoljátok végig, tehát így nőttek föl az a generáció. Tehát milyen generációról beszélek? Azokról a gyerekekről, akik a mondjuk a évszázad elején, mondjuk a, nem évszázad elején, tehát mondjuk olyan 15 környékén születtek, 15-től, 1915-től, vagy 1910-től, mert azokra is hatással volt ez. Mert még úgy ők nevelést kaptak. Tehát akik 1910-től, tehát magyarul nem felnőttként éltek meg az első világháborút, hanem még gyerekként élték meg, az mind a szülő általi traumát megkapta, de elsősorban ez a trauma az első 7 évben tud nagyon durva lenni, meg a terhes állapotban, az anya terhes állapotában. Na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot, tehát felnőttek az a korosztály, az a generáció traumával. Jött a második világháború. Akik már traumásak voltak a szülők traumája miatt, azok még nagyobb traumát kaptak a második világháborúban. Ugyanazért az okokért, mint ami az első, ott is területveszteségünk volt. Miért? Mert ugye a két háború között visszakaptunk területeket, és utána azokat ismét elveszítettünk. Szóval, most gondoljátok végig, ott is születtek a traumát követően gyerekek, ott is a háború alatt voltak gyerekek, akiket nevelték a traumás szülők. Tehát traumás gyerekek nevelkedtek föl. Utána a traumás gyerekekből traumás szülők lettek, és traumás gyerekeket nevelnek. Azóta is, folyamatosan. Tehát gyakorlatilag most Magyarországon nem tudsz olyan felnőttet mondani, aki ne traumás lett volna. Nincs ilyen. Csak legfeljebb kisebb-nagyobb mértékben. Világos ez? Na most a traumának köszönhetően hogy jelentkezik megint a probléma? Elmondtam már, önbizalomhiány, önértékelés hiány, önbecsülés hiány, szeretet problémák. Oké? Tehát szeretet kapás, adás, adás kapás probléma. Tehát ez azt jelenti, hogy az életben nem úgy működik, ahogy kellene működjön. Az életben egy embernek úgy kellene működni, hogy van önbecsülése, önértékelése, önbizalma, nincs gondja a szeretettel. Világos ez? Láttok ilyen embereket? Nem sűrűn. Na most, akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát még egyszer mondom, traumás szülőknek traumás gyerekei lesznek. Oké?
ez ki van csukva, hogy ne így legyen. Felnőttként az ember tehet az ellen, hogy megszüntesse az ő múltbéli traumáit. Tehát az ember úgy működik, hogyha traumás ember felnőttként, akkor ugye miért felnőtt a lényeg? Mert felnőttként saját döntéseket hoz a gyerek, nem hoz saját döntéseket, a szülei hozzák a döntéseket jó esetben. Hát ha rossz esetben a gyerek hozza a döntéseket, akkor az még nagyobb probléma. Na szóval a lényeg az, miért? Mert a gyerek az nem tud, nincs tapasztalata, nincs tudása, ezért nem tud jó döntéseket hozni. Szóval, tehát felnőttként az ember már rákényszerül minimum arra, hogy saját döntéseket hozzon. És mit csinál az ember? Ugye a döntései a traumák miatt hibásak. Hibásak. Minél több traumát élt meg az ember gyerekként, annál több traumát, a trauma miatt rossz döntést hoz felnőttként, de nem csak erről szól a történet, hanem a mindennapokban a traumái miatt újabb traumákat él meg. Világos voltam? Tehát a trauma előidéz egy jelenkori traumát, és az egy jelenkori újabb trauma. Ezért van az, hogy idősödnek az emberek, és nem egyre bölcsebbek és egyre jobbak, hanem egyre rosszabbak, és egyre nagyobb az elbutulás. Tehát ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogy egy olyan világban élünk, nem csak itt mi magyarok, hát mindenütt, ahol mondjuk második világháborúban volt érintettség, vagy voltak, mit tudom én mondjuk, belső polgárháborúk, oké? Vagy ahol hagyták, hogy befolyásolja őket a média, mert a média is létre tud hozni egy traumát, de ez egy más dolog most, ami a média traumája. Na szóval, nézzük tovább. Ugye az embernek fel kellene ismerni azt, hogy tehát amikor fel tudnak zaklatni, akkor éppen egy traumás időszakot élsz. Érted? Tehát bármikor, amikor fel tudnak zaklatni, te éppen traumába vagy. Na most, ha elfojtod a felzaklatást, az még rosszabb. Mert ugye sokan azt csinálják, hogy elfojtja a felzaklatást, elfojtja a dühét, haragját, elfojtja, magába fojtja, nem adja ki. És az a legrosszabb. No szóval, tehát ha elfojtod a zaklatottságodat, ha nem fojtod el a zaklatottságodat, lényeg az, hogy föl tudnak idegesíteni. Érted? És ha föl tudnak idegesíteni, akkor tuti, hogy traumákat éltél meg gyerekkorban. Na most, elmondhatnád azt, de hát egy újszülött, nem egy újszülött, egy kisgyerek is fel tud idegesedni. Az újszülött nem igazán. Egy kisgyerek is fel tud idegesedni. Igen, mert vajon te hányszor idegesítetted magadat akkor, mikor hordtad a szíved alatt a gyerekedet? És az olyan, mintha már a gyereket idegesítették volna. Nem tudom, elég világos voltam-e. No szóval, lényeg az, hogyha valaki mondjuk abban az állapotban, amikor a édesanyja pocakjába volt, és sokat idegeskedett az édesanyja, akkor persze
hogy születésénél fogva sokkal idegesebb, mint aki egy nyugodt, békés, pocak lakói kort megélt. Oké? De hiába élt meg valaki nyugodt, békés, pocak lakói kort, ami nagyon ritka egyébként, ha utána a szülők idegeskednek. Oké? De hát azt szokták mondani ilyenkor, hogy nem mutattuk a gyerekeknek. Hát ezt most vagy mutattátok, vagy nem mutattátok, ebből a szempontból szinte tökéletesen mindegy. Mert a gyerek érzékeli a szülő frusztrációját, a szülő zaklatottságát. Oké? Na most, gondoljátok végig, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag emiatt a zaklatottságok miatt gond van az emberekkel. Önbizalom hiányosak, önbecsülés, önértékelés hiányosak, felzaklatódnak. Érted? Helytelen döntéseket hoznak, helytelenül cselekednek, nem működik náluk a szeretet. Megszámolnák az embereknek, hogy mondjuk adnának, mit tudom én, elővennék a két kezüket, hogy hány ember szereti őket. Lehet, hogy nem is lenne szükség a két kezükre. Érted? Szóval emiatt ugye van egy nagy probléma. Na most, ez mit jelent a jelen időben? Tehát ezek a traumák megélése az mit hoz a jelenben? Azt hozza, hogy adott helyzetben az ember bekattan. Tehát a bekattanás azt jelenti, hogy nem ideális viselkedést mutat. Tehát nem ideális viselkedést mutat. Oké? Ugye kérdés, hogy mennyire nem ideális, de az már ebből a szempontból részletkérdés. Tehát az embernek, mivel gondolkodó lény, ne kellene lennie, ezáltal mindig ideális viselkedést kellene produkálnia. Oké? Most gondold végig. Ha téged fel tudnak zaklatni, és zaklatott leszel, az egy ideális viselkedés. Te valaha életedben, amikor zaklatott voltál, tudtál reálisan gondolkodni? Soha nem tudtál reálisan gondolkodni, mikor föl voltál zaklatva. Senki nem tud reálisan gondolkodni akkor, amikor fel van zaklatva. Oké? Okay? Tehát ez azt eredményezi, hogy amikor felzaklatódik az ember, tehát zaklatottá válik, akkor nem ideálisan cselekszik. Oké? Okay? És ha az ember nem helyesen cselekszik, akkor annak negatív következménye lesz az életére nézve. Oké? Okay. És most itt egy kérdés van, hogy vajon erre az emberek rájönnek-e maguktól? Ez a kérdés. Vagy az a természetes, hogy a szüleim is zaklatottok voltak, akkor természetesen én is zaklatott vagyok. Tehát az a természetes, hogy ennek következtében az emberek rosszul kezelik az élethelyzeteiket? Nézzük, milyen élethelyzetekről van szó. Hoppá, vissza. Nézzük, milyen élethelyzetekről van szó. Itt van ez a 10 életterület. És ezekben vannak élethelyzetek. Tehát az a természetes, hogy az ember rosszul kezelje ezeken a területeken az élethelyzeteket? Hm?
Hát sok embernek ez a természetes, mert ezt látja a környezetében, ezt látta a szüleinél, ezt látja a barátainál, sőt még lehet, hogy a nagyszüleinél is ezt látta, valószínűleg. Oké? Én láttam azt, hogy a nagyszüleim is veszekedtek. Oké? Na most akkor nézzük tovább. Tehát az embereknek, a nagy részének, olyan 96%-ának halvány lila dúsztja nincs arról, hogy nem az lenne a természetes, hogy zaklatottá váljunk, hanem az lenne a természetes, hogy az ember minden helyzetet, ami éri őt, helyesen kezelje. És körülbelül a 4% az, ami valamilyen szinten, tehát a bolygó lakosságának 4%-a, valamilyen szinten elgondolkodik azon, hogy valamit ebben kéne csinálni. És akkor csinál olyanokat, hogy vesz mondjuk könyvet, vagy beiratkozik valami szemináriumra, vagy esetleg még tanfolyamra is elmegy ebben kapcsolatban, vagy valami terápiára megy ebben kapcsolatban, és próbálkozik ezzel a dologgal. És ennek eredményeként el is indul valamilyen változáson az ilyen ember. Igen ám, de az embernek van egy környezete. Éppen mondtam a nejemnek, hogy körülbelül nekünk olyan 200 fős a Mariannak és nekem a rokonságon. Ugye együtt. Körülbelül 200 fő. Mondtam, hogy mondj még a 200 emberből egy főt, aki fejlődik, akinek a személyisége rendszeresen fejlődik. Aki elindult egy személyiség fejlődése. Nincs. Nincs. A 200 fős rokonságból egy fia ember sincs. Pedig az azt jelenti, hogy ha 4%-ot nézzük, a 8 embernek lennie kellene. Elméletileg. De egy fia sincs. Na most, de ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a túlnyomó többség az nem tesz azért semmit, hogy változtasson ezen a helyzeten, hogy neki az önbizalma, önértékelése, önbecsülése, szeretete, az életben való helyes működése, az elkezdjen helyreállni. És ennek következtében, hogy egyre több és több traumát él meg, egyre rosszabbul és rosszabbul kezeli az élethelyzeteit. Figyeljétek meg, ez így működik. Miért? Mert azt látod, ahogy idősödnek az emberek, egyre rosszabbul és rosszabbul kezelik az élethelyzetüket. Nem javulnak, romlanak. És azért, mert a trauma újabb traumát idéz elő, érted? Újabb következményt idéz elő, mert a traumának mindig egy élethosszig tartó következménye van minden traumának. Mondom, élethosszig tartó következménye van minden egyes traumának, amit az ember megél az életében. És ha az ember nem jól kezeli az ilyen helyzeteket, amikor felzaklatódsz, ha nem tudod kezelni ezeket a helyzeteket, akkor az élethosszig tartó traumát idéz elő. És akkor vannak, akik felismerték már ezt, ugye abból a 4%-ból, és ezért, mint amit az imént mondtam, elkezdenek utána járni annak, hogy hogy lehet ezen megoldást szerezni, ezen a dolgon. És az azt jelenti, hogy
hogy ugye, mit tudom én, vesz egy könyvet, ami ilyennel foglalkozik. Soha nem láttam még olyat, hogy valaki könyvből óriási mértékűt fejlődött volna, pedig gondoljátok végig, 87 óta több tízezer emberrel lett kapcsolatom. Pedig rengeteg ilyen könyv van, ami arról szól, hogy ezt valami némi nemű rádöbbenést, mert az első legfontosabb dolog, ugye akik itt tanulják, tudják, a felismerés. Tehát, hogy az ember felismeri azt, hogy kellene valamit változtatni. Csak, ugye menjünk tovább még a csakon kívül. Tehát ez egyik a könyvek. Másik, hogy elmennek mondjuk terápiára, akár párterápiára. De akkor annak jó ki kell nyitni a bukszáját. Mert komoly pénzekbe kerülnek ezek. Vagy valaki azt mondja, hogy elmegyek szemináriumra. A szeminárium az azt jelenti, hogy egy ilyen egy-két napos szeminárium. Oké? Tehát nem tanfolyam, a tanfolyam az hosszabb. És ezek a csodaváró szemináriumok. Tehát az emberek oda mennek és várják a csodát, durván, mit tudom én, mondjuk egy alkalom, az mondjuk 10.000 forint, mit tudom én, durván 300 dollár. Oké? 300 dollár. Tehát durván. Ha két nap, akkor nyilván kétszer annyi. Most néztem egy ilyet, ma van most, ebben a pillanatban. 19.000-től 59.000 forintig tart az ára. Kettőtől kezdődött, lehet, hogy már vége van. Tehát 19.000 forinttól 59.000 forintig terjed össze. Oké? Okay? 4 óráért. Jó? Tehát ugye azért 19, mert valahol a kakasülőn van, tudod? Azért 59, mert valahol jó helyen van. Szóval, mondom, pont ma. Lényeg, hogy vannak olyanok, vannak, akik még tovább gondolkodnak, és azt mondják, hogy beiratkoznak valami tanfolyamra. Például, mit tudom én, ilyen családállító tanfolyamra. Vagy egyéb tanfolyamra. És annak hatására, tehát hogyha tényleg már valaki tanfolyamon vesz részt, annak már van hatása. Általában addig, ameddig a tanfolyamon részt vesz. Miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert ameddig a tanfolyamon részt vesz, addig nem a barátokkal van, meg nem a családdal van. És van, van egy olyan ráhatás ezáltal, ami ideiglenesen megszünteti azt a hatást, amit a család okoz, illetve a barátok okoznak, vagy a munkahely okoz. És az illető az alatt, míg jár tanfolyamra, tényleg fejlődik. Jó eset az, ha a pár együtt megy. Az egy jó eset. Mert akkor tudják erősíteni egymást abban, hogy foglalkozzunk azzal, amit a tanfolyamon csinálunk. De képzeld el, hogy csak az egyik megy el. A másik meg azt mondja, hogy na, mész az agymosásra. Akkor gondold végig, hogy fog ez esni annak, aki elindult a fejlődésben, és fizeti a kemény forintokat vagy dollárokat azért, mert tanfolyamon vesz részt. De onnan haza fog menni, persze. Na most. És utána azt látjuk, ugye, akik tanfolyamon részt vettek, hogy van egy általános univerzális szabály, hogy minden vissza akar alakulni az eredeti állapotába. Az alapállapotába.
Tehát hogyha egy illető elkezd fejlődni, de a barátok elkezdik azt mondani, hogy adja már, a hülyeségekre jársz, ilyeneket, hogy te ebbe hiszel, stb. Sőt, még fizetsz is ilyen baromságokért, akkor gondold végig, hány ember fog visszarendeződni abba az állapotba. Miért? Nagyon egyszerű, mert mitől tartanak az emberek? Mondok példát, jó? Nekünk volt egy rokonunk, aki a 90-es években kiment az édesanyjához Amerikába, és egy olyan helyen lakott az édesanyja, ahol csak magyarok laktak, és ahogy valahogy azok foglalkoztak már a szellemiséggel a 90-es évek második felében. Ezáltal ez a szellemiség megfogta ezt a rokonunkat, megfogta szó szerint. Ott volt ki 3 hónapot, és 3 hónap alatt komolyan belefogott a szellemiségbe, tehát az emberi működésbe. És hazajött, és elkezdett erről beszélni. Rajtam és Marianon kívül, tehát a feleségem Marian, mindenki azt kérdezte, hogy úgy hívták ezt az illetőt, hogy Lajos. Hogy ez a Lajos megbolondult. Mindenki ezt kérdezte a rokonságban. Érted? Valakinek beszélt az emberi működésről, az ilyenfajta működésekről, akkor azt mondták, nézték rá, mint aki az űrből jött, és ha nem figyelt, akkor valami ilyesmi mozdulatuk volt. Szóval lényeg az, hogy ugye azóta egy kicsit más a helyzet, tehát a 90-es években ez tényleg újdonság volt. Tehát akkor még ugye, hát már én elkezdtem foglalkozni szellemiséggel, nejem meg még előtte elkezdett ilyennel foglalkozni, tehát én előttem. Tehát ő már előtte olvasott, még mikor én elkezdtem ilyennel, már előtte olvasott Müller Pétertől könyveket, stb. Stb. Én még akkor megmosolyogtam őt. Ez a 90-es évek elején volt. De később már nem. Szóval a lényeg az, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy az emberekben a környezet az mit mond? Hogyha egy ember elkezd, tehát amikor megválasztja a párját, és még nem szellemiség, akkor egy olyan párt választ, aki nem szellemiség. Oké? Ha az egyik elkezd fejlődni, a másik rossz néven veszi, mert ő nem ő hozzá ment. Ő egy normál emberhez ment. Oké? Vagy fordítva. Érted? Nem egy ilyen embert vett el, hanem egy normál embert vett el. Érted? És az nem tetszik a párnak, hogy a másik az változik. Mert tudod, mit eredményez? Tehát megint egy kis tanítás ezzel kapcsolatban. De mondom, módszert nem adok, azt majd a képzéseken. Egyébként pont olyan képzésünk van, ahol ezekre kaptak módszereket. Jó? Tehát pont ilyen képzésünk van most. És ha megnézed, mennyiért van, ennyiért ilyen típusú képzést soha sehol nem fogsz találni. Az egész bolygón kereshetsz. Oké? Jó? Csak mondom. Na szóval, lényeg az, hogy hol tartottam? Most egy kis tanítást mondom. A normális igen, hogy az egyik azt mondja, a másiknak, hogy én normálishoz mentem hozzá. Ja, igen.
Tehát ugye mi fog történni? Tehát az történik, hogy az illető nem csak a párkapcsolat terén, hanem a barátok terén is mikor választ az ember barátot, mikor még normál ember, és nem szellemiség. Tehát a barátai milyenek lesznek? Normálok. Az a, mit jelent a normál? Nem azt jelenti, hogy normális, hanem belefér a normába. Oké? Okay? Átlagos. Így van. Hát normálba belefér. Tehát nem norma alatti, normálba belefér. Szóval, gondold végig, a barátok is hogy fognak ehhez hozzáállni. Vagy a rokonokhoz hogy fognak ehhez hozzáállni, mikor a rokonok is úgy ismertek meg, hogy te ilyen tök norma vagy. És mit fognak mondani a rokonok? Csúszik a na, ennek kimosták az agyát. Ezt fogják mondani. Komolyan? Ez valami agymosáson ment át. Látom, ismerős a dolog. Nagyon bólogattok. Szóval, hogyan működik ez a dolog? Ez úgy működik, hogy az a legfőbb probléma, hogy az embernek van családja, és ha nem áll a család mellette ebben a kérdésben, akkor ez gond. Vannak rokonai, ha rokonok nem állnak mellette, ez gond. Vannak barátok, ha barátok nem állnak mellette, ez gond. És emiatt az ember szépen visszarendeződik. Mert nem akarja elveszteni a családját, nem akarja elveszteni a rokonait, nem akarja elveszteni a barátait. Oké? Csak ezzel van egy óriási probléma. Hogy a traumákat te folyamatosan fogod élni életed végéig. Ez a probléma. Lehet, hogy ma azt mondod, ott már 82 éves vagyok, már ezt egy kicsit kibírom. De esetleg nem ennyi vagy. Mennyi van még hátra? És életed végéig akarod a traumákat létrehozni? Mert traumákat éltél meg. Tehát ez úgy működik, hogy értsük, na ez a tanítás rész, hogy az ember rájön arra a tudás hatására, a tanulás hatására, hogy mi okozta a traumákat anno annak idején. Oké? Okay? Tehát egyszerűen a lelked megsúgja. Tehát megtanítjuk azt is, hogy hogy súgja meg a lélek, és a lelked megsúgja, hogy milyen trauma ért, és annak milyen, annak is oda a következményeit. Ez nem egy trauma, hanem sok. Érted? De vannak ilyen alaptraumák, amikből kiindulnak az összes többi trauma, és ezeket az alapokat, hogyha rájön az ember, és lebontja, akkor az összes összeomlik, az összes trauma. És onnantól kezdve az ember más típusú életet tud élni. Szóval, lényeg az, hogy az emberek nem tudják, hogy van ilyen, és mit csinálnak, azt csinálják, hogy egész életükben drámáznak. Érted? Egész életükben. És ezáltal nem boldogok. De most mondok példát, jó? Még mindig vannak olyan egyének, szervezetek, akik visszasírják az ország kétharmadát. Érted? Még mindig. Tehát még mindig azt akarnánk, hogy jöjjön vissza az ország kétharmada. Hol van az már? Miért kell azzal foglalkozni? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, mit jelent, tehát ez itt, ez a tanítás rész, ami most jön, mit jelent az, hogy már nem működnek a traumáknak a hatásai. Tehát nem drámázol a jelenbe.
Ez azt jelenti, hogy tudod kezelni az adott helyzetet. És gondold végig, hogy az annyit jelent, mondok példát. Ugye tanultuk azt, hogy az lesz rákos, aki nem tud nemet mondani. Emlékeztek? Tehát mit jelent az, hogy nem tud az egyén nemet mondani? Azt jelenti, hogy mit tudom én mondjuk, felzaklatják, tehát elindítanak irányába egy zaklatást, nem felzaklatják, zaklatást, és mondjuk elfojtja, mit? A haragját, elfojtja a dühét, haragját, oké? És mi az, hogy nem tud nemet mondani? Az azt jelenti, hogy nem tudja azt mondani, hogy velem így ne beszélj, oké? Nem tudja ezt mondani. Tehát ezt, jelenti, ezt is jelenti, hogy nem tud nemet mondani. Tehát nem tud abban a helyzetben megfelelően reagálni arra a helyzetre, érted? Tehát amikor az ember zaklatottá válik, akkor elmegy az esze, ez a baj. Tehát nem tud gondolkodni. Tehát ha az ember tudna gondolkodni, akkor tudna azt mondani, hogy velem így ne beszélj. Ez azt jelenti, hogy nem tudja magát megvédeni. Érted? Tehát ha valaki nem tud nemet mondani, az azt is jelenti, hogy nem tudja magát megvédeni. És akkor gondold végig, ha ő nem tudja magát megvédeni, akkor vajon az immunrendszere hogy fog védekezni? Logikusan gondolkodj! Ha ő magát nem tudja megvédeni, hogy fog az immunrendszere védekezni? Az immunrendszere úgy működik az embernek, ahogy gondolkodik. Oké? Ha egy ember nem képes magát megvédeni, akkor ne csodálkozzon, hogy az immunrendszere nem tud védekezni. Ha megnéznéd azokat, akik a Covid-ban nagyon betegek voltak, vagy meghaltak, mindre azt tudnád mondani, hogy igazából ő az életben sem tudja magát megvédeni. Oké? Tehát a védekező mechanizmusa az embernek nem úgy működik, ha nincs egy megfelelő önbizalma, önértékelése, önbecsülése, és nincs egy szeretet, mert lehet, hogy valaki ilyenkor agresszív, ha kap egy zaklatást. De azért kell a szeretet, hogy ne váljon zaklatotta az ember, nem tudom, világos-e. Ezért kevés az önbizalom, önbecsülés, önértékelés szeretet nélkül. Mert az illető úgy fog válaszolni, hogy mit tudom én, mondjuk ordítva. Érted? Vagy tombolva, hogy velem így ne beszélj. Ez tombolva adja elő. Érted? Tehát ha az emberben van egy szeretet, akkor az embert nézi a másikban. Világos ez? És ezért az emberrel szemben nem fog tombolni. Érthető ez? Tehát ha tovább nézzük ezt a kérdést, az emberek úgy élik le az életüket, hogy mintha szeretnének szenvedni. Nem? Mert az zaklatottság a szenvedést okoz.
És ha az ember úgy éli le az életét, hogy rendszeresen szenved, akkor az kihat az egész élettartamára, leviszi a hangulatát, nem tud élvezni, eléri azt, hogy nem tud élvezni semmit. Egy nyűg az élete. És természetesen következménye is van ennek, hogy nem tud teremteni, stb. Stb. Mindenféle problémái lesznek. És akkor utána elhalálozik, és utána kiszáll a lelke, és ránéz a lelke a saját volt életére, és azt mondja, hogy Atya Isten, mennyit elszúrtam. Ezt sem tudtam megoldani. Na nem baj, majd a következő életemben ugyanezeket végigcsinálom. Utána a következő életben csak egy kérdés van. Vajon rádöbben-e arra, hogy kellene fejlődni? De mondom, a fejlődésnek mi a legnagyobb akadálya? A család, rokonok, barátok. A legnagyobb akadály. Tessék? Hát még talán a környezet munkahely az inkább a hölgyeknek, férfiaknak talán annyira nem. A hölgyeknek igen. Mert ugye a hölgyek mindenhez érzelmesebben állnak hozzá, még a munkahelyhez is. És ezáltal ugye nagyobb rájuk a hatás, a környezeti hatás, ugye a munkahelyen lévő emberi hatások nagyobbak a hölgyekre, mint a férfiakra. Szóval, ugye az lesz belőle, hogy az emberek végigélnek egy bukdácsoló életet, majd a következő életükben is ugyanezt csinálják. Na most itt van egy lehetősége az embereknek mindenre. Tehát mi a baj mondjuk egy tanfolyam esetén? Vagy egy könyv esetén, vagy egy szeminárium esetén? Hogyha csak ennyit akar az ember? Hát hogy ott van a környezet. Tehát az ember nem akar mindentől elszakadni. Érted? Nem akar a családjától elszakadni, nem akar a rokonságtól elszakadni, nem akar a barátoktól elszakadni. Én itt létrehoztam egy közösséget. Azért is, hogy itt legyenek a barátaim. És ne fájjon, hogyha azok a barátok már nincsenek. Érted? Ha egyik, tehát van egy család, és az egyik fél fejlődik, és a másik nem fejlődik vele. Sőt, nem veszi jó néven azt, hogy a másik fejlődik. Mindegy, hogy férfi vagy nem. Az a párkapcsolat, ha így marad, halálra van ítélve, előre mondom. Tehát ha nem tudod rávenni a párodat, hogy nekiálljon fejlődni, akkor az a párkapcsolat halálra van ítélve. Tehát hogyha végig csináljátok a párkapcsolatotokat életetek végéig, csak szenvedés lesz a párkapcsolatotok. Ugye én tudok adni módszert arra is, hogy mit tegyen az a hölgy vagy az az úr a párjával, hogyha a pár nem akar kötélnek állni a fejlődés terén. Oké? És ha nem akar kötélnek állni, akkor jobb, hogyha azt a párt ott hagyod a fészkes fenébe. Oké? Ugyanis itt találhatsz magadnak olyan párt, aki fejlődik majd veled. Érted?
ha a párod nem akar fejlődni. Tehát mondom, én még nem láttam olyat az elmúlt évtizedekben, hogyha az egyik, a pár egyik tagja fejlődik, és a másik nem, hogy az jóra ment volna. Tehát vagy az lett belőle, hogy abba hagyta a fejlődését a személy, és visszafejlődött arra a szintre, amin a párja volt, vagy szétmentek. Vagy élnek tovább valameddig boldogtalanul. Oké? Tehát én megtapasztaltam azt, hogy amióta ugye én elkezdtem a saját fejlődésemet, az 91, illetve nem is, mert 87, onnantól, hát 90-ben jutottam oda, 90-es években jutottam oda, hogy szépen elszakítottam magamtól a barátokat, oké? Szó szerint. Majd utána a 2000-es években jutottam oda, hogy a rokoni kapcsolatokat nem elszakítottam, hanem én olyankor csak ilyen megfigyelő státuszba helyezem magam. Oké? Mert igazából a semmiről nem akarok velük beszélgetni. Érted? Ugye nekem van egy szerencsém, hogy a nejem az mellém állt, és együtt tudunk fejlődni. Ugye sok, megnézitek, nagyon sok pár tanul itt együtt. Most gondold végig, egy pár azért házasodik össze, mert vagy létesítenek eljegyzést, jegyzik el egymást, mert szeretik egymást, nem? Legalábbis én ezt így gondolom, nem? Na most, ha két ember szereti egymást, akkor lehet, hogy még ennek a szeretetnek valami morzsája megvan évek múlva is, nem? Vagy akár évtizedek múlva is. És akkor miért nem lehet megkérdezni azt? Ez egy megint egy tanítás. Ez most egy módszer is. Miért nem lehet megkérdezni azt, hogy szeretsz te engem? Mert ha szeretsz, akkor tedd meg ezt, értem, hogy eljössz velem képzésre. Értem, nem magadért, értem, tedd meg. Tudjátok, hány olyan ember volt már, aki ezt feltette a párjának? És utána a párja is itt ragadt? Mert az, hogy rokonokkal nem akarsz majd olyan nagyon beszélgetni, az belefér. De az, hogy a pároddal ne beszélgess, az nem fér bele. Érted? Az, hogy majd a barátokkal nem beszélgetsz, akkor nem beszélgetsz, érted? Itt lesz barátod. Oké? Tehát itt, akik itt tanulnak, azok mind akarnak fejlődni. Érted? Az miért? Hát, hogy boldogabban élje az ember az életét. És ha a bolygó boldogabban élne, bolygón élő emberek boldogabban élnék az életüket, akkor nem az elhűlés felé haladnánk. Mert ezek a traumás, egyre több trauma, egyre több traumát hoz létre. Ez irányba viszi a bolygót, hogy totális elhűlés. Világos ez? Sajnos, sajnos. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha úgy gondolod, hogy nagyon kedvező áron tényleg megoldásokat akarsz az életedre, akkor itt a helyed. Oké, ha te azt gondolod, hogy a te életed rendben van,
Ha te életedben nincsenek traumák, akkor hazudsz magadnak. Jó? Tehát most gyakorlatilag nincs olyan ember Nyugat-Európa, vagy itt Európában, érted, aki nem élt meg traumát, és nem hoz létre traumákat. Nincs ilyen. Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy te vagy az egyetlen, aki traumás, akkor nagy tévedésben élsz. Úgyhogy ez egy jó hír, jobban megnézed, hogy sok ember jár abban a cipőben, amiben te. Jó nagy cipő, mert sokan beleférünk. De meg lehet oldani. Jó? Tehát én már képes vagyok arra egy jó ideje, hogy ne hozzak létre újabb traumákat, és ismerem a létrehozott traumáimat. Érted? De ehhez persze kellett nekem sok kísérlet, sok tanulás, de ezeket a tapasztalatokat át tudom adni nektek, és a módszereket tudom átadni. És abban vagyunk totál egyedülállóak, hogy itt van egy közösség, ahol az ember megtalálhatja a neki való barátokat, akár társat. Ugye nekünk van egy nagy rendezvényünk, egy szemináriumunk, ahol ott vannak azok, akik már itt találták meg a párjukat, és láthatják azok, akiknek még nincs párjuk, és párkeresésben vannak, hogy ez is egy lehetőség. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterünknek ezt a fantasztikus képzést. Szerintem még ebben a formában még soha nem hallottuk, vagy tehát hogy ahogy így volt felépítve egy előadás. Az előadás alatt egyfolytában, tehát ahogy Miklós tartott az előadást, fejemben meg forgott a kép, hogy hol tartunk benne. Tehát ezeket tanúsíthatom, hogy végigéltük ezt a folyamatot. Tehát a traumáktól elkezdve a barátokkal való kapcsolatban, ahogy változtunk, hogy változtak a barátaink, illetve amikor elkezdtünk változni, hogy lettünk akár a családban, a nagy családban is fekete bárányok, tehát hogy megbolondultak, meg tehát különböző jelzőket kaptunk, és tehát nem könnyű ebből a taposómalomból, vagy mókuskerékből kiszabadulni. Tehát óriási hit kell hozzá. És itt a PPH-nál ebben mindenben segítséget kapunk. Tehát itt a PPH, tehát Szedlacsik Miklós összegyűjtött a számunkra olyan tudást, ami egyedülálló a Földbolygón. Ezt megtapasztalhattuk, mert szerintem, ahogy ő mondta, hogy nincs olyan ember a Földön, akit ne ért volna trauma, és hogyha ezt a traumát mi továbbadjuk, és a párunk is hozza a maga traumáját, akkor ez majdnem szinte hatványozódik a családban ezek a traumák. És hogyha ezeket nem állítjuk meg, akkor pár generáció után ezt el lehet képzelni, hogy milyen káoszt okoz akár a családokban, vagy már lehet, hogy már nem is lesznek családok, mert tehát annyira a traumák hatására annyira szétmennek a családok, vagy olyan változások következnek be, ami tehát most még lehet, hogy nem is látjuk annak, hogy mi a végkimenetele. Én azért kezdtem el tanulni a Nyílt Akadémián, mert keresésben voltam, tehát elindultunk ezen az úton, és kerestem a megoldásokat, a mi értek rá a válaszokat, és egy ilyen éjszaka találkoztam Szedlacsik Miklós egyik előadásával,
ami teljesen felrázott, és ahogy azt az első előadást meghallgattam, tehát éreztem, hogy itt a helyem, tehát hogy valami, tehát én ezt kerestem, és azóta elkezdtünk tanulni. Életem legjobb döntése volt, hogy beiratkoztunk a Nyílt Akadémiára, elkezdtünk tanulni, és ahogy elkezdtünk tanulni, a párommal is egyre jobb lett a kapcsolatunk, pedig hát nálunk is voltak azért olyanok, hogy megsértődtem, vagy Anasztázia duzzogott, és akkor nem beszéltük meg ezeket a dolgokat. Nagyon sokat változtunk mind a ketten ezeken az életterületeken. Nem azt mondom, hogy még minden tökéletesen működik, de óriásit léptünk előre. Most már meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat, duzzogás vagy sértődés nélkül. Nem biztos, hogy még egyetértünk, de törekszünk arra, hogy kommunikációval, szeretetteljes kommunikációval megoldjuk ezeket a problémákat, élethelyzeteket. És a legnagyobb öröm számomra, hogy tehát a családban, és a család szüleink is, testvéreink, gyerekeink is, tehát nem nézték ezt jó szemmel az elején, mikor elkezdtünk így tanulni. És a változásunk, tehát látták a személyes változásunkat, a példamutatást, vagy a hitelességet, ami őket is valamilyen szinten arra sarkalta, hogy ők is változtassanak, és ők is elkezdtek tanulni. És tehát ez fantasztikus érzés, amikor a családba elindul a változás, és szeretettel tudunk egymás felé fordulni, kommunikálni. Hát ez egy csodálatos érzés, és hogyha ezt megéljük, akkor tudunk embertársainkkal, másokkal, barátainkkal, ismerőseinkkel más formában beszélgetni. Tehát fantasztikus az a dolog, amit Szedlacsik Miklós itt számunkra létrehozott, és hogyha felismerted, vagy úgy érzed, hogy neked is vannak problémáid az életben, akkor a Nyílt Akadémia egy olyan hely, ami segítséget nyújt neked abban, hogy tanuljál. A tanulás által felismered, hogy mik a problémáid, mert először még az ember azt se érti, hogy mi a problémája. És hogyha megérted, hogy mi a problémád, akkor tudsz rajta változtatni. Itt megkapjuk hozzá a módszert, a segítséget, szeretetteljes kommunikációval, megértéssel segítjük azokat a tanulókat, akik elindulnak ezen az úton. És óriási élmény az, mindemellett még az, hogy a család elindult ezen az úton, de látjuk, hogy azok a barátaink, ismerőseink, akik elindultak velünk ezen az úton, hogy őnekik is, hogy változott a családi életük. Tehát ez olyan boldogságot eredményezett, nem tudok rá szavakat találni, hogy ilyen jó dolgot csinálni, tehát nincs a Földön ennél jobb érzés, mikor szeretetteljes, mosolygó embereket látunk, és tehát mi létrehoztunk Szedlacsik Miklós segítségével egy másik világot számunkra, és hogyha szeretnél magadnak egy ilyen világot, akkor mi nagyon sok szeretettel várunk, és segítünk abban, hogy te is boldoguljál az életben. Hát én is nagyon szépen köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt a mai előadást. Rengeteg felismerésem volt és megértésem az eddigi életem során. Tényleg nagyon sok traumával találkoztam, mind a magam részéről, mind a családom
van, és most nagyon sok mindent megértettem. Volt részem az első házasságomban, mert mi átszintem ez a második házasságunk, és ugye 6 gyerekünk van, 2 neki, 2 nekem, és 2 közös, és így áll össze a mi kis családunk. És az előző házasságomban én is megkaptam ezt, amiről Szedlacsik Miklós beszélt, hogy agymosáson veszek részt. Mert én mindig kerestem a miértekre a választ, igyekeztem tanulni, és mikor elmentem, ott ugye jól éreztem magam, hasznos dolgokat tanultam, de mikor hazamentem, akkor mindig megkaptam, hogy ez mire jó, semmire se. És én szerettem volna képezni magam, de ezt nem nézték jó szemmel. Az aposom is velünk lakott, és akkor azért mondom, hogy nem nézték jó szemmel. És ahogy Miklós is mondta, hogy úgy szoktunk mondani, hogy nyílik ez az olló, mert ugye valaki fejlődik, a másik pedig nem akar fejlődni, és akkor ott egy hatalmas nagy szakadék lesz köztünk. És amikor úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a házasságból, akkor nem is én fogalmaztam meg, hanem a volt párom azt mondta nekem, hogy te kinőttél engem. És az annyira találó volt, hogy még meg is lepődtem, hogy mennyire jól látja ezt. De nem rendelkeztem. Ma már tudom, hogy azon lehetett volna segíteni ugye ezen a dolgon, de akkor nem rendelkeztem ezzel a tudással, nem ismertem Szedlacsik Miklóst, és így alakult az életem. Viszont nagyon boldog vagyok, hogy azóta már így találkoztunk, mert most már lassan 19 éve élünk Jácinttal egyre boldogabb házasságban, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. Voltak nehézségek a nyilván a mi életünkbe is, mert nem volt könnyű a családtagjaink, a gyerekeink élete sem, és bizony most megértettem, hogy miért, hogy miért vannak a traumák a gyerekekben, és hogy azok mit hoztak magukkal, és ezek kemény dolgok, de ezek a megértések, amit itt kapunk, tehát ez a tudás és a módszerek, és ezáltal a megértéseink sokkal nagyobb elfogadást tudnak létrehozni bennünk, és ezáltal tudunk a családtagjainkra, és még ha nem értenek velünk egyet, akkor is tudunk szeretetteljesen gondolni, el tudjuk őket szeretetteljesen fogadni, és nem számít, hogy milyen, vagy mit tesz, mert tudom, hogy mi a háttere, és ez csodálatos dolog. Mert ezáltal jobb emberré válunk. Tehát, hogy nem lesznek bennem tüskék, harag, hogy most miért úgy csinálod, mert értem, hogy miért úgy csinálja. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mi is részt vettünk annak idején, már együtt nagyon sok tanfolyamon, előadásokon, rengeteg könyvet olvastunk ki. Van hatalmas ilyen könyvtárunk. De az, ami itt van, az nem lelhető fel sehol sem. Mert nincs ilyen támogatottság, tudás sincs, és amikor egy tanfolyamot elvégeztünk, akkor utána szépen elmentünk haza, és egy tanfolyamra rá, mit tudom én, pár hónapra már azt se tudtuk azoknak az embereknek a nevét, akik ott voltak. Hogy ki volt az, miért voltunk együtt. Nem alakult ki olyan szoros kötődés, ami itt van ebben a közösségben. Hogy új barátokat szerezhetünk, akik olyanok, mint mi. Akik úgy gondolkodnak, mint mi. És ma volt itt egy csoporttalálkozónk, ahol szint újra meggyőződtünk, hogy milyen csodálatos közösség vagyunk, hogy milyen jó együtt lenni olyan emberekkel, akikkel együtt építhetjük itt az aranykort. Egy olyan jobb és szebb világot, mint ami most van odakint. Mert itt a falak között, itt magunk között, itt már valóban aranykorban élünk. De ezt ki kell vinnünk a falakon kívülre is. És
nagyon fontos, hogy minél többen legyünk, hogy ne férjünk el egy szobában, egy nagy teremben, hanem minél több ember érezze azt a lelkében, hogy nekem is itt a helyem, én is, nekem is tanulnom kell, hogy jobb emberré váljak, hogy jobb emberként építhessek fel egy új világot. Úgyhogy, ha valaki most nézi ezt az előadást, és szeretné jobb emberré válni, akkor itt ez a hely, amit Szedlacsik Miklós felépített, létrehozott, a PPH, ez pont az a hely, ahol ezt mind meg lehet kapni. Ahol egyben kaphatsz tudást, módszereket az életed rendbetételére, és kaphatsz egy olyan csodálatos közösséget, egy aranykori közösséget, amiről az emberek csak álmodni tudnak, de mi itt megélhetjük. És ez csodálatos, és ezt én azt hiszem mindannyiunk nevében hálásan köszönöm Szedlacsik Miklósnak. Szünet után gyereknevelés coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, és majd ne felejtsetek átkapcsolni az újaknak, mondom, a képzésre. Úgyhogy köszönünk tőletek.